második két bort hozott magával, hála Istennek, és a második nekem sokkal inkább az ízlésem, és ez a Torresnek a Gran Coronas Reservája, ez egy Cabernet Sauvignon 2012-ből, és ez már olyan bor, amiért azt gondolom, hogy megéri akár beülni a nagy mesterkúzusra, ahol jelen lesz, hogy már az előző blogban említettük, a nagy mester Miguel Torres is. Igen, még visszatérnék én egy picit a Stérvi pincészet borára, ha bár... Véd meg. Igen, Sebesti nagyon ügyesen átvezette rögtön, hogy szerintem ez egy jelenlegi trendet is mutat, hogy nem mindig azokra a borokra vágyunk, amik hatalmas testtel dübörögve önállóan is megállják a helyüket, hanem néha, mert a Stírvi pincészetnek szerintem ez a Novák 2013-as egy pont egy ilyen tényleg könnyed kategória, ami talán a tavaszi időhöz még jobban is megy, tehát hogy azért is kerülhetett talán a királyi pár, hercegi pár asztalára, hiszen nem mindig hatalmas élményre vágyunk, hanem tényleg néha egy könnyedebb gyümölcsös bor. Persze, abszolút egyetértek ebben veled, hogy a trendek inkább a felé mutatnak, hogy ilyen borokat kóstol egyre inkább a nagy közönség, és abszolút elegáns, szép bor. Csak ahogy a Sár is említette, a hercegi esküvőre volt olyan fura, mert ez az a típus, ez a bor, amivel ugye el kell vonulni, és akkor úgy megfejtegetjük a szépségét. Egy hercegi esküvőn meg lehet, hogy sok minden elvonja a figyelmünket, és akkor inkább egy ilyen durbele bummabb bort szeretne az ember kóstolni, ami úgy nagyon adja magát. Nem mondom, hogy a Gran Coronas ilyen, de azért sokkal intenzívebb. Ugye a Cabernet a szőlőfajta, azért itt a test is nagyobb, abszolút a szerkezete is jóval inkább értékelhető és érezhető, és talán ez a gyümölcsössége is intenzívebb az illatában, és jönnek a hordósabb igyek, szóval olyan komplexebbnek tűnik. Igen, jóval intenzívebb bor, tehát tényleg mind az illatban, mind az ízben, és nagyon szép sejmes tanninjai vannak. Nekem azok tetszenek a legjobban, mindig azt szeretem egy borban, ha egyensúlyban van, és nem lók ki semmi, és itt a taninok pedig nagyon szépen lekerekednek a végén, és hosszú utóíz kölcsönöznek. Ez a Torres úgy általában mesteremnek, ugye hatalmas volumenben készítik ezeket a borokat, és mindig tökéletesre vannak ezek csiszolva a sok tízezer palacszám, nem hibázhatnak, és így jól eltalálják az átlagos fogyasztói igényt, meg ízlést, amiben úgy látszik, én is sajnos beletartozom. Miért sajnos? De hogy nagyon tetszik nekem ez a Cabernet. Van egy magyar forgalmazónál annak, tehát folyamatosan polcon van a Mas La Plana, az a neve. Az is egy Cabernet Sauvignonjuk, és azt hiszem azzal van párban, most nem tudom, hogy melyik van a másik fölé pozícionálva, de gondolom, majd a mesterkúzusra Torreszék elhozzák azt is, hogy sok bort fognak ott bemutatni. Igen, különlegességeket is. Én emlékszem, ott már említettem ezt a barcelonai bárt, a rajnai rizlingjük tetszett nagyon, amit abszolút nem gondoltam volna, hogy egy spanyol borászatnál majd a rajnai lelkendezem. A legjobban is a feleségéről nevezte, aki német származású, de most nem fog eszembe jutni a rajnainak a neve, illetve a feleségnek a neve.